A hévízi túlfürdő sikeréről már dr. Holléné, dr. Mándó Zsuzsannával, a Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház főigazgatójával beszélgetünk, akit szeretettel köszöntök a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogy fogadták ezt a hírt? Nagyon boldogok voltunk, hiszen nagyon erős nemzetközi mezőnyben sikerült a top 7-be bekerülni. Én azt gondolom, hogy ez Magyarország számára is egy komoly fegyvertény. Egy neves brit napilapról van szó a Mirrorról, aki lehozta ezt a top 7-es rangsort. Nyilván más nemzetközi médiumok is átvették, nem csak a hazaiak ezt a hírt, ez egy jó hírverés volt Hévíznek. Mit jelent ez a tófürdőnek? Én azt gondolom, hogy ez belépés szemben fog megjelenni, hiszen amit egy ilyen híres napilap lehoz és top hétként közöl, azt nagyon szívesen megnézik az emberek, szeretnék megtapasztalni azt a fajta hangulatot, amit a napilap pontosan lefestett, ezt a különleges természeti képződményt, a hévízi gyógytavat. Hogyha beszélünk egy kicsit a cikkről, ugye kiemelt azért a napilapi több dolgot, mi az a fontos tényező, amit megemlítettek a hívizitóval kapcsolatban? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az volt, hogy ez egy gyógytó, tehát ez gyógyászati célra alkalmazható. Bizonyos betegséges esetén mi receptre írjuk föl a kezeléseket, de nem szabad azt elfelejteni, hogy ez reaktivációra, rekreálódásra is tökéletesen alkalmas. Tehát egy hosszú hétvége alatt is az ember kellőképpen föl tud töltödni, fizikailag is, meg mentális. Is. Mik a legfrissebb megfigyelések a vendégkör szempontjából? Hát egyrészt, ami nagyon örvendetes, hogy sokkal-sokkal több fiatal látogatja a hévízi gyógytavat, és ennek talán az az oka, hogy az egészségmegőrzése a fiatalok, illetve a középkorúak számára egyre fontosabb lett, és ennek egy kiváló példája a hévízi gyógytó. A fiataloknak, mivel kell szolgálni más ez a vendégkör, más az igényük, mint mondjuk akár az idősebb korosztálynak? Igen, teljesen más az igényük. Elsősorban mi aktivitásra készülünk sportprogramokkal. Szerveztünk duatlon versenyt, volt spinning nap, illetve volt holdfényfürdő, amikor este körülmények között lehetett fürdeni a tavon. Ezeket idén is szeretnénk megismételni. Mit várnak az idei esztendőtől hévízen? Hey, én azt gondolom, hogy tovább fog emelkedni a látogatószám. Bízom abban, hogy pont a napilap hatására más területről is érkeznek hozzánk vendégek, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan ritka képződmény, amely abszolút alkalmas arra, hogy az ember prevenciós célral is alkalmazza. Jelenleg milyen a vendégkör, hogyha a nációk szerint nézzük, mennyien vannak a magyarok, és mik a más nemzetek, akik itt vannak? A magyarok teszik ki a vendégszám, betegszám nagyobb létszámát, de jelen vannak az osztrákok, németek is, és megjelent egy új küldőpiac Csehország, akiket szeretettel várunk. Brit napilapról beszélünk, ugye erről az előbb már beszéltünk, érkezhetnek esetleg távolabbról, nehogy Isten, Nagy-Britanniából is vendégek egy ilyen cikk hatására, mik a legtávolabbi országok vagy különleges küldőpiacok, akik megfordulnak még hévízen? A világ minden részéről jönnek, és az emberek hajlamosak arra, hogy a listákat teljesítsék, a bakancslistákat, és amikor egy ilyen napilap lehozza a top 7 fürdőt, ők nagyon szívesen végignéznék ezeket a fürdőket, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy növekedni fog Nagy-Britanniából is a, a létezés. A vendéglétszám. Ez egy jó lehetőség volt a mi számunkra, hogy egy európai piacon is ilyen hírként megjelenjünk. Főigazgató asszony, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.